Egyike az a magyar politikusoknak, akik nyíltan vállalják homoszexualitásukat. Teszi azt annak ellenére, hogy kifejezetten konzervatív környezetben nőtt fel. De vajon mit gondol ő az azonos nemek házasságáról, és vajon szeretne egy gyermeket? Mai vendége Mungár Péter, én Lakatos Levente vagyok, ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Azért is szerettem volna veled beszélgetni, mert azt tapasztalom én a saját családom körében, akik egyébként jobboldali érzelműek, hogy téged jelölnek meg hítként, a jobboldali és a, a baloldali e, politikai irányzatok között. Sőt, a, a, az én családomban volt, aki azt mondta, hogy rád szívesen szavazna miniszterelnök jelöltként. És e, abban, a, abban a tudatban, hogy te vállalt homoszexuális vagy, egy jobboldali érzelmi embertől szerintem ez elég nagy szó, vagy legalábbis én azt tapasztalom, hogy ez nagy szó. És én mégsem érzem azt, hogy te ezzel élnél, ezzel a, ezzel a szimpátiával. Miért van ez, hogy ezt. vagy te kicsit háttérbe szorulsz? Vagy te ezzel Már érzed, mint így? hogy háttérbe szorulok most, vagy. Azt tudom, hogy listavezető vagy, tehát hogy az nyilván egy jó dolog, de hogy vala valamiért úgy érzem, hogy ezt a fajta ilyen szimpátiát nem használod ki, amit te éreztesz a jobboldali emberekben. Én azt gondolom, hogy a politika egy szakma, és mint minden szakmában, fokozatosan kell előre haladni. Uh -huh. Tehát szerintem nem akarom fekete győr Andrást bántani, mert egy gimnáziumban jártunk, de hogy szerintem nem tesz jót az embernek, hogyha nagyon nagy politikai pozíciókra tölt hmm. 30 évesen, vagy 30 pár évesen. Szerintem ez egy tapasztalati munka, és nekem még nagyon sok mindent kell megtapasztalnom, én, én ezt gondolom. Hmm. Kell, szerintem kell ehhez az egészhez valami fajta alázat, mert különben sem másról nem szól a politika, mint egy ugyanolyan magamutogatásról, mint ami az összes többi ilyen exhibicionista műfaj. Tehát amit tapasztalsz egyébként a konzervatív körökből, hogy például a, a homoszexualitásod, az mennyire elutasítandó az ő körükben, vagy pedig elfogadott? Szerintem az embereknek a jelentős, nem, hát akkor kezdjük itt, persze vannak homofóbok, tehát hogy amúgy ez egy létező műfaj, de szerintem az embereknek a legnagyobb része teljesen, tehát tényleg, teljesen érdektelennek tartja a másik magánéletét mm. alapvetően. Tehát vannak szerintem olyan kérdések, amik tágabban a homoszexualitással kapcsolatosak, de igazából ez az egész, nem tudom, hogy kell szépen mondani, biopolitika, szexuálpolitika, ami ugye a mi van a Netflixen, meg van-e 1500 gender, meg tehát, a, tehát ezzel kapcsolatban, amivel a Fidesz csinál egy amúgy um, homofób érzőletű dolgot, de én szerintem még azoknak az embereknek is a nagy része, aki például ezt idegesítőnek találja, nem feltétlenül gondolja azt, hogyha két nő vagy két férfi otthon a hálószobában bármit csinál, ami konszenzuális, rossz lenne. Neked tényleg te is a Netflixet valamiért nem kedveled, a me meleg Miért van ez egyébként, hogy nem kedveled? Én kedvelem a Netflixet, nem hogy sokat nézem. De egy problémával, vagy... problémával túlzott meleg hát, nem? Nem, a, nem hát a, amikor valami erről szól, és jó, most tudom én a single man jut eszembe, csak uh -huh. példaként a szuper, vagy a Priscilla Sivatag királynője az egyik kedvenc filmem, de Hát az, amikor minden teljesen érthetetlen és hozzá nem kapcsolódó szálba beraknak egy buziszálat, amin látod, hogy egy rendezőasszisztensült és így pipálta ki, hogy jó, akkor ez is megvan, azt rendkívül erőltetett. És nagyon sokszor, nagyon... Öm, érződik a történetből, hogy, hogy nem, nem való oda. De nem úgy van ez, mint hogy annak idén a feketékkel volt Amerikában, hogy úgy fogadtatták el, vagy úgy tették hétköznapivá a feketék jelenlétét, hogy tényleg minden filmbe beletettek egy fekete szereplőt? De szerintem, szerintem, a kettőt nagyon, azért nagyon ö, ö, rossz összehasonlítani, mert, a, mert az egész ö, antirasszista küzdelem, az egy olyan embercsoporttal volt, aki láthatóan ott volt már az ország alapításánál, akivel szemben törvényeket hoztak. Én értem, hogy volt a homoszexualitás illegális, de nem voltak ennek ellenére a homoszexuális sokkal szemben törvények hozott. Ez nem, nem jó összehasonlítás. Ez egyik. A másik pedig, hogy öm, szerintem most már amúgy ebben nem is a, engem már ennek nem is a buzi, sőt már nem is a transz része zavar, már idáig hanem ez a nem bináris az, ami most már teljesen számomra egy ilyen érthetetlen dologgá vált. Amit én amúgy személyesen nem gondolok, hogy ilyen létezik, tehát tudom, hogy ezt most politikai légünk korrekt szerintem ez nem egy dolog. Egy, kettő pedig ez aztán tényleg egy kulturális, kulturálisan Amerikából behozott cikk. Tehát én nem tudom, én nem, nem tudom hogy te találkoztál, Magyarországon még emberrel, akinek nem, ez nem, így. az, az a nevetek, hogy a sex nem tudom, láttad-e a, a, nem, de, és, nem, de és de egy... van benne egy nombináris szereplő, aki ugye ez egy angol sorozat, és Amerikába jött a nombináris szereplő, tehát még ők, ők, sem mondták azt, hogy Angliából érkezik a szereplő, hanem egy, hanem egy cserediák, vagy egy odautazó vagy akkor volt. Tehát, hogy ennyire fura amerikai... De, de, de a, hogy, hogy, hogy mi ennek a definíciója például? én sem tudom ezt nagyon kezelni. Tehát tehát azt állítani, hogy hogy komolyan mondom, hogyha egy fiú sminkel, az egy másik gender identitás, tehát Boy George, ezt még akkor csinálta, amikor nagyon menő volt, és nem volt egy másik gender identitás, csak egy buzi volt. Aztán elég jól el volt vele. Tehát érted, ez nem egy, mi ebbe az új? Vagy most, ez, most rárakja hát, magára nem, a, a 80 es évbeli boy... kék szemhéjfestéket, és ez egy, egy identitás? Hát a Boy George szerintem az polgárpukasztásból csinálta, nem? Tehát, hogy ő akkor az egy ilyen egy nagy szám volt, hát. hogy ő kisminkeli hát Meg magát, művészi önkifejezésből csinálta még hát. részben. Hát szerintem ott azért volt egy a népszerűségnövelésnek is egy fontos része ez a fajta ilyen. Jó, de mást mintelés. is tudok mondani, akik kifejezetten feminin jelentek meg a művészetbe, és nem, nem lett ebből egy új identitás. Hát hogy mondjuk a mi fiatalkorunkban imónak hívták. Tudok. Igen, bár az, szerintem az, az még ennél is rosszabb volt, talán nem, nem tudom. Az ö, ö, jaj, igen. Szóval akkor a, a nominális az nálad egy ilyen megfogadatlan ö, témakör. Nekem is egyébként az egy picit, mert hogy, mert, hogy nagyon nehezen tudok vele azonosulni. Lehet, csak ez a probléma nem, hogy nem tudunk vele azonosulni, nem, tud, nem tudjuk beleképzelni magunkat abban a helyzetben. Nekem ideológiai bajom van vele. Mégpedig? Nekem az az ideológiai bajom vele, hogy én ugye abból az alapállap, állításban jövök, ami például ismerve a te írói munkásságodat bennünk köztünk egy különbség, hogy én szerintem a férfi meg a nő az biológiában különbözik, de a biológián túl másban nem. Mm -hmm. Nincsenek személyiségtípusbeli különbségek, intellektuális tartalombeli különbségek. feminista vagy. Én feminista vagyok. Értem. Hogyha ezt az alapállást elfogadjuk, akkor mivel a különbség csak a biológiára vonatkozik, minden, amit az ember rárak, és arra azt mondja, hogy az egy női érzület, vagy attól ő nem érzi magát férfinek, ami ezt átviszi az érzelmiségbe, az szerintem már nem helyes leírása a valóságnak. Tehát nekem van egy ilyen problémám is vele. Tehát akkor a, a, az eltérések nő és férfi között, amit mi mondjuk, nem tudom, aki nem így gondolkozik, mint te, eltérésnek véli, akkor az, az tulajdonképpen az egyén eltérése a többi egyénétől? Így van. Én, én azt gondolom, hogy aki akar sminkeljen, aki nem akar, az ne sminkeljen, aki akar, az sminkeljen néha, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ki fiú, ki lány. annak egy dologhoz van köze, hogy kinek milyen kromoszómái vannak. Neked egyébként a családpolitikáról mi az elképzelésed, mint politikusnak? Szerintem az egy siker, hogy most valami olyat mondjak, ami a jobboldali rokonaidnak is szimpatikus legyen, hogy fölment a, a, születésszám az elmúlt 12 évben. Szerintem a családpolitikának vannak nagyon sikeres és jó részei. Nagyszülői gyed, uh -huh. jó, gyes. Meg az egész kedvezményes lakhatásnak is vannak jó részei. Nagyon érdekes, hogyha a statisztikák mélyére nézünk, amúgy hogy a fővárosban nem nőtt a születésszám, hanem vidéken nőtt. Ennek ugye nagyon egyszerű az oka, hogy nem tudja senki a fővárosban megengedni, mert ugyanazt a pénzt kapja meg az ember és ugye az ingatlanárak mások, ez csak egy zárójel, de a lényeg az, hogy szerintem ezt a részét támogatni kell, én abba változtatnék, hogy nem kötném a házassághoz. Tehát, hogyha életesi kapcsolatban nevelnek gyereket, arra is ugyanúgy jár a pénz. Mert a házasságot minden gondolod? Egy társadalmi intézménynek. Társadalmi intézmény, vagy pedig egy pénzügyi intézmény valójában, nem? Hát valójában a házasság, ha magyar, nézzük azt, hogy milyen magyar hagyomány, ugye a konzervatívok most magam elé képzelem a te rokonodat. Tehát egy konzervatív emberrel beszélsz, akkor mindig azt mondja, hogy azért kell ugye védeni a házasságot, mert az a magyar hagyomány. Kétségtelenül a magyar hagyomány a házasság. házasság. Mi a magyar hagyomány a házasságban? Az, hogy föld a földdel házasodik. Ez volt a magyar házasság az ezer éves létezésünkből 850 éven át a suba a subához, guba a gubához magyar közmondás is, ugye? Hát, hát meg, meg kényszerített házasság például egy csomó helyzetben. Így van. Hát nem, 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 is az volt, hogy kényszerít, de nem úgy volt kényszerít, hogy egy ilyen nagy drámát képzeljünk el, hanem mindenki abban volt szocializálva, hogy az apja hat évesen azt mondta a lánynak, hogy várunk még hat évet, azt mész a szomszédhoz, köszönöm. És nem, volt föl, nem merült föl, hogy ez egy rossz dolog lenne, mert egyszerűen ez volt az, ahogy a társadalom működött. Tehát a házasság egy, egy, egy vagyoni Vagyoni és társadalmi intézmény, ami folyamatosan változott. Nem is hiszel benne a házasságban, mint ideológiai, tehát egy szép szerelem, és összeházasodunk és családot alapítunk, és együtt az életünket, típusú változatában? Szerintem gyönyörű intimitása lehet annak, hogyha két ember leér 45-50 évet, fölnevel kettő egész gyereket, és átmennek egymással betegségen. Tehát, hogy ez egy szép dolog. Nem tudom, hogy ennek mennyi köze van a szerelemhez, mennyi köze van a monogámiához, mennyi köze van ö, a Nothing Hill című filmhez, tehát ö, azt nem tudom, de maga a, a stabilitás és a hosszú távú intimitás egy nagyon szép dolog szerintem. Igen, meg ez a monogámia egy érdekes kérdés, és egyre többet feszegetik mindenféle különböző tartalma, meg cikkekben, meg, meg társadalmi kérdésekben. Egyáltalán létezik-e monogámia, és egyet elvárható-e a két embertől a monogámia kérdésköre? Hát erre is azt tudom mondani, hogy a monogámia, mint társadalmi intézmény, nézzük a magyar hagyományt, az a, az a, monogámiának az oka, hogy és azért főleg a nőnél volt elvárás a monogámia, ha megnézzük a magyar törzment, és nem a férfinál, mert a női monogámiával biztosítjuk azt, hogy a föld vagy a vagyon öröklése az annál a génvonalnál marad, ami a férfinek a génvonala. Ennek ez volt, ez nem egy annyira magasztosok, ok, de ez volt valójában a, az oka. Ö, ennek ellenére érdekes, hogy bár ugye mind a fogamzásgátlás, mind a apasági testek elterjedésével ez bizony technológiailag bizonyos szempontból már szétvált, mégis a monogámia milyen egy sok szempontból maradandó érzelmi szükséglet embereknél. De mondjuk az emberek nem élnek valóban monogámon. Még ha hmm. el is hiszük a saját bevallásukat, hogy hogy élnek, valójában sorozatosan monogámok. Ez mit akar? Hát, hogy nem az van, hogy egy életben, hanem mondjuk van az embernek két házasság, akkor kétszer volt monogám. Egy, úgy értem. Ha, úgy érted. De hogy egy, egy, egy házasságon belül általában szintén nem monogámok, legalábbis ez a tapasztalat. De diskurzíven monogámok. Igen, tehát ugye bevallás szerint azok Igen. egyébként nem. Ami nem biztos, hogy baj, mert szerintem a titok, meg a, meg a hogy mondjam. Hát szerintem baj, mert átbassza a másikat, mert elnézést. Tehát hogy nekem az a probléma ezzel, hogy megvezetjük a másikat, és nem, nem őszintén vagyunk egy kapcsolatban, amiben egyikkel együtt élünk. Nemes Nagy Ágnes azt mondta, hogy a feleség mindig tudja. Oké. Okay. Házasságnál maradva te egyébként támogatod az azonos neműek házasságát, vagy pedig konzervatív lelkületűleg azt mondod, hogy Szerintem ez nem egy konzervatív dolog támogatni az azonos neműek házasságát, mert mondtad, hogy az in társadalmi intézményt erősíti meg azzal, hogy él egy kis módosítással. Megszavaznám, ha az országgyűlés előtt lenne, de egy század, 150 rangú kérdésnek tartom. Tényleg? Igen. Az fura, mert egyébként egy ilyen égető kérdésnek tűnik a közéletben, legalábbis elég gyakran felhozzák ezt a témát. A kérdés, ami valójában fölmerül, az az, hogy örökbe fogadhatnak-e a buzik leszvikusok. Ez az igen nem Miért, kérdés. miért buzizol? Ez olyan fura nekem. Ez, egy, ez, is egy politikailag eldöntött dolog. Mert ez a, ez a mi szavunk. Miért? A homoszexualist is használom amúgy. De az, azért, hogy ne tudjanak durrát mondani arra, mint amit te mondasz, hogy, Persze, van ez, ez is. A Na? játszótéri tapasztalatnak Tehát a te politikai verzió. is valójában, nem? Tehát még az durrá bennél. Ez lehet, hogy ezt még, elgondolkodom. Még <laughs> a de, de, hát részben meg azért, ez a Németországban ezt megcsinálta mm. az ottani meleg mozgalom. Hát ott ugye a svul szó ugyanúgy egy nagyon pejoratív szó volt, amit elkezdték magukra használni, és most már egy ilyen használt szó. Vannak rajtad ö, ilyen lemosatott a amit a, a kivel csináltatok? Unokhölcsi. Unok de csináltatok. A gyerek téma nálad mennyire merül fel? Mert mint milyen értelem? Hát a saját gyerek például, vagy pedig a gyerek. Foglalkoztat. Szeretem a szűkszóságot. <laughs> <laughs> Ezen túlmenően erre nem tudok mit mondani, szerintem mindenki ezt dönts el maga. Béranyás megoldás, vagy pedig örökbefogadásos megoldás? Én a, a béranyaságot nem feltétlenül tartom egy. Tehát most nem is az, hogy én a saját életemről mit érzek, hanem összességében nem feltétlenül tartom egy jó dolognak. Viszont szerintem az örökbefogadás az egyik leggyönyörűbb dolog a világon. Uh -huh. Én azt egy. És nem csak az örökbefogadást, meg a nevelőszülő, tehát akik nevelő szülők azt is egy rendkívül gyönyörű és becsülendő dolognak tartom. Én például nehezen vagyok, vagy nehezen döntök ebben a bírányosság témában, mert azt tudom, hogy Amerikában ennek már van egyfajta piaca, csúnyán fogalmazva, és tudom, hogy van olyan meleg pár, akik ezt az utat végigjárták, hogy Amerikában egy nem tudom, mexikai vagy latin, latin származású bíranyával kiadatták a gyereket, és hozahozták Magyarországra. És nehezen tudok ezzel mit kezdeni, mert kicsit ilyen, nem tudom, emberkereskedelem hatása van nekem így ennek a történetnek. Van, így van, én szerintem szerintem születik a világon annyi ö, otthonra váró gyerek, hogy, 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 nem, hogy, nem, gondolom, hogy ez egy annyira nagy társadalmi pluszot adna, hogy megérni azt, hogy emberek kiszolgáltatottságból kilenc hónapra bérbeadják adják valaki másnak a testüket. Te most 30 éves vagy. Sajnos. Nem, nem tudom, mennyire szoktad tagadni, vagy nem szoktad egyre szörnyű, igen. Két éve coming out voltál. Miért pont akkor döntöttél a coming out mellett? Őszintén, tehát most, hogyha a pszichológusomnál ülnék, és azt tudnám mondani, hogy nem igazán tudom, hogy miért pont akkor volt ez. Ez csak egy ilyen, mint egy mi amit itt mm. le akartam húzni. Akkor nem éreztél nyomást, meg nem éreztél semmiféle pusta felé, hogy, hogy te ezt megted, mert nem, nem, zsaroltak meg, hogy kitálalnak. Azért nem szerintem tán... engem ismerő, vagy az én hangomat már halló ember Magyarországon nem volt, aki meglepődött volna. Tehát nem érzem, hogy... So sokat sokat fejlődtél egyébként az a tekintetében. <gül> 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 nem tudatos. <laughs> <laughs> De hát ez olyan dolog, szerintem tudod miért, mert az ember, ha megtanulja elengedni, hogy a taxiban, amikor még régen applikációt hívni kellett a taxit, nekem tízből tízszer azt mondták, hogy igen, hölgyem, hamarosan küldjük, Tényleg? persze. Akkor az ember egy idő után ezt elengedi, hogy jó, hát ez dobta a sorsolás, és akkor szerintem jobb minden az ember elengedi. Amúgy igen, tehát nem volt semmi konkrét. De akkor nem volt, nem volt ilyen autatás, mint ami például most történik a közéletben, mint a Márkizai Péter által. Nem. Hát ugye engem azért már akkor se lehetett autó megszólaltatni, nagyon fura volt, hogy itt mi műveltet mit, Igen. mert, a, mert hát azért nekem a környezetem, tehát hogy én, én privát szférában ezzel nyílt, nyílt, voltam. Ja, mit gondolsz arról, hogy ami most történik például, és egyiket egy kicsit teljesebb vele szálltál, legalábbis úgy láttam, ez a, a, amit a Márkizai Péter művelt a miniszterelnök fiával például, vagy amit most te csináltál, egy olyan megszólalással, hogy a fideszes melegek azok ö, ö, tégládobnak a az szívekházban. Ez egy olyan fegyver, amit lehet használni háborúban? Szerintem egy... Kezdjük a könnyűvel. A miniszterelnök fiával kapcsolatban nem értek egyet, hogy ez fölmerült, azt el is mondtam többször. Szerintem azt nem lehet nem lehet mondjuk Varga Juditot meg a miniszterelnök fiát ebből a szempontból azért egy szinten emlegetni, mert Varga Judit egy választott politikus, aki önmagában ő, ő választotta, hogy közszereplővé válik, míg a miniszterelnök fia egy magánember, akinek nem szerepelt a szavazólapon, tehát semmilyen szinten nincs kötelessége a magánéletet közéletként élnie. A... Szerintem nem kell neveket mondani. Én, én azt gondolom, meglepő módon magammal fogok ebbe egyetérteni, tehát én azt gondolom, hogy ebben az arany középhúta az, hogyha azt mondjuk, hogy vannak, és hogy probléma, hogyha valakik úgy csinálnak egy homofób kampányt, hogy közben maguk is eltérő jellegű szexuális életet élnek. Igen, ha azt mondod már a vezető politikusok például, akkor az is szűkíti a kört, mert nyilván én is tudok olyanról, aki képviselőként homoszexuális és de hogy még én felsővezetőt nem tudok, aki, aki, így élne az életét, nem is kell ágálnod, hogy van-e ilyen, vagy nincs ilyen. De szerintem nem is ez a lényeg, hanem ugye, és ha most itt ülne Rogán Antal, ő azt mondaná, hogy de hát nem érti, hogy mit, mi a paláver lényege, mert ő 60-szor elmondta a miniszteri meghallgatásában, hogy itt a gyermekvédelmi népszavazás kapcsán ők azt nagyon sziklaszirárdan mondják, hogy 18 év fölött mindenki azt csinál, amit akar, és hogy ők nem is homofóbok, és blablabla. Bla, bla, Orbán Viktor is kb. 3 éve elmondta, hogy nem, nem, tudom, te emlékszel erre a kifejezésre, nagyon ilyen fura, hogy a, a homoszexuális fickók jogaérő már a 80-as évek végén kiállt, vagy valami, valami ilyesmi volt a, ez volt a lényege. Tehát, öm, na jó, ez, ez oké, okay, és, öm, és mondom, szerintem van a... Tehát, tehát, és lehetne kritizálni ezzel szembe olyan dolgokat, amiket ők kritizálnak, de valójában mindannyian tudjuk, és ők is tudják, és hazudnak ebben, hogy a kritika lényege az, és az az üzenet, amit el akarnak mondani a választópolgároknak most, hogy a buzik. Nyugatról megkapják az instrukciókat, hogy bebuzítsák a gyerekeinket. Alapvetően. Ezen... is e, Akkor Most hát te mondod radikálisan. Azt, Köcsököt a buzít, és akkor meg vagyunk. Jaj? Igen. És <laughs> szerintem ez nem igaz? Aha. Tehát Ez nem igaz. Tehát hogy ez, Ebben az a baj, hogy ez hazug. És, ez ö... ellenség képzés valójában, Így van, tehát, hogy... így van. Ezek ö, ö, annyiban más, mint a migrációs kampány, mert a migránsok ugye olyan emberek ellen keltettünk gyűlöletet, akik még nem jöttek ide. Uh -huh. Vagy éppen próbáltak volna, de hogy, de hogy effektív nem voltak itt. Itt meg olyan emberek jönnek elő, akik itt élnek Magyarországon, itt fizetnek adót. Tehát én ezt látom problémának. Engem az is zavart például a, a Szájjárózsefűdnél, hogy ott rögtön melegezték a, a Szájer Józsefet, miközben ő egy, nem mondta, hogy ő minek tartja magát. Tehát a kelet biszexuális is az ő felfogásában. Tehát, hogy miért, miért sültünk rá olyan, olyan jelzőket, amik, amik lehet, hogy meg a helyét. Vagy Én a túlságosan száj, A Szájer az ellenzék néha mit csinált, az rendkívül gusztustalan és érdemtelen volt. Tehát, ö... De mire gondolsz például? Hát ez a, ugye, amikor annó a akkor jobbik, vagy késő miép, vagy már nem is tudom, hogy az volt, de a szélső volt, amelyik melyik része volt, Novák előtt ugye elkezdi a Alföldi Robertázni Nemzeti Színház igazgatóját a parlamentben. Nem is emlékszem erre. Ez volt, akkor, hát ez ugye akkor, még, vagy a parlament előtt, ez kicsit itt, hogy mondjam, részletekkel vannak problémák, de lépjünk túl, azon nagyon nagy volt a felháborodás teljesen jogosan. Na most szerintem ez a Szájer finázás, ami a Orbán lapjairól kitirtottak társága és egyéb színvonalas ellenzéki, hogy mondjam, ilyen, ilyen oldalakon meg csoportoga volt, az ugyanez. Pontosan ugyanez. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ne tegyünk már úgy, mintha ez az ember, tehát két, két rossz dolgot csinált valójában ez az ember. Az egyik az volt, hogy megszegte a járványügyi szabályokat, mert ugye ennek a szóarénak nem voltak meg a ö, járványügyi ö, feltételei. A másik meg volt a vád, amiről egyértelműen kiderült, hogy nem igaz, tehát a belga hatóság azt mondani, hogy nem így van, hogy nem fogyasztott drogot. Tehát nem fogyasztott drogot, tehát az nem illegális. Ö, és amúgy pedig tényleg megszegte a járványügyi szabályokat, ez egy probléma. De azért nem gondolom, hogy ezen azóta másfél éve kéne beszélni. Ha én hasonló helyzetbe kerülök, mint Sájer József, én egy dolgot tudok a választópolgároknak ígérni, hogy én törvénytisztelő módon végig fogom a rendőri intézkedést várni. És lehet buzizni is ráadásul. És lenne. lehet buzizni, Simán. és én valószínűleg nem is tudnék lemászni egy eresz csatornán, mert a, főleg ennyi idősen azért, az mekkora fizikai teljesítmény. A másik okkal beszélgetésnek, ami szerettem volna ezt összehozni, az pont ugye a, a, a társadalmi környezet és az elfogadás, nem elfogadás kérdésköre, és az, hogy te vállaltam meleg férfiként politikai pályán mozogsz, és ezt szerintem sok olyan fiatalnak példaértékű lehet, akik, akik azért nem mernek kiállni, azért nem mernek, nem mernek magukat fel, felvállalni, vagy pedig, vagy pedig megélni a, a, az érzelmeiket, mert attól félnek, hogy elnyomás alá kerülnek, hogy ezt megteszik. Mennyire érzed magad példaképnek emiatt? Hát én aztán egy rendkívül rossz életű ember vagyok, úgyhogy senki se kövesse az én példámat. Miben vagy rossz ember? Hát én nem, 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 én ezt nem szeretem. Tehát ö, ö, szerintem mindenki azért vállalja önmagát, mert úgy a legkönnyebb élni. Én nem akarok ebben nagyon moralizálni, meg nem tudom. Hát igen, a... csak tényleg sokan azért nem merik vállalni magukat, meg azért nem, nem vállalják fel az a identitásokat, érzelmeiket, mert a félnek az elnyomástól. De milyen elnyomástól? Hát a társadalmi elnyomástól megbélyegzik őket, kevés, kevesebb lehetőségük lesz bármit csinálni. Én végig csináltam egy előválasztási kampányt, egy, meg azért elég aktívan politikai része vagyok, talán még mindig, kicsit kevésbé Szombathely megyei városának, ami Kicsit ilyen, izé, fájdalmasnak tűnt ez a megértés. Hát persze, hát az nagyon frusztráló 176 szavazattal kikapni, ez talán még rosszabb, mint 2000-re. De azért köszönöm a támogatást azoknak, akik rám szavaztak. Minden esetre én azért ott végigkampányoltam elég sokat, és persze buzistak a fideszesek valamennyit, de nem volt, azért ez, ez egy jogú város, nem volt homofóbia abban a városban, tehát nem... Van egy ilyen élményem is például, hogy állok a főtéren, adom a kis szórólapon, mire az ember megnézi rám, néz, azt mondja, hogy maga az a buzi. Mire mondtam, hogy igen. Mire mondta, hogy jaj, hát magának drukkolok. Majd elment. És mondta, tehát, hogy nála ez csak egy ilyen azonosító pont volt, nem is volt semmilyen pozitív vagy negatív kontextusba berakva. Csak ő így nevezte. Igen, ah. hát hogy ez volt az ilyen furcsaság, és akkor ezzel kötötte össze azt ennyi. Tehát, tehát nem, én nem éreztem ott. És ami, ami viszont nagyon Hiába minden panaszkodásom a nyugat meg a Netflix kapcsán, ami szerintem egy fontos panaszkodás, azért én emlékszem, amikor kestem az ipart 2006-ba. Mert azért az már nem. Tehát már ilyenkor rájövök, hogy én is már egy régi csataló vagyok ebben a világban. Ahhoz képest most 2022-ben hát összehasonlíthatatlanul jobb. Hát ennyi, ez egy rövid idő alatt társadalmi szempontból de, de Mi nézem. Miért érzed így hogy jobb, miközben van egy elnyomás, egy támadás éppen? Hát mert a, mindegy, hogy a politika mit mond, mert ezt való kulturálisan sokkal jobb. Ma egy ö, ö, hmm. ma a szombathelyen a két medve kocsmába ha beül egy nyilvánosan nyíltan buzi ember, mindenki hihetetlenül nem értekli, hogy ki van ott, és vissza tovább a... Na jó, hogyha beül egy két fiú, meg egy pár, és még csókot váltanak, akkor viszont kurva érdekli őket, hogy mi történik ott. Hát nekem volt olyan kollégám, kolléganőm, amit meg, akit megpróbált egy lány fölszedni a főtéren. Tényleg? Igen. Tehát, hogy én azért ezt sem feltétlenül gondolom így. Öm, én amúgy, nekem az a személyes, de ez, mondjuk ez a konzervatív neveltetésemből jön, szerintem úgy senki ne csókolózzon nyilvános téren. szexuális orientációtól hát ez énség, függetlenül. Ezt én is gondolom egyébként, hogy ez, teljesen felesleges, de például engem úgy, hogy elég liberális felfogású vagyok Londonban, meglepettem, amikor, egy, amikor két hét kézen fogva láttam sétálni az utcán. Tehát, hogy annyira, annyira el vagyok ettől szokva, hogy annyira nem szoktam meg ezt a látványt. Hogy Igen, de mondjuk én tett. az a típus vagyok, aki a négyes hatoson reggel hétkor, amikor látja a csókolózó heteroszexuális akkor így ilyen megfogom a és sóhajtok, <laughs> De zavar egyébként? Zavar, persze, menjenek a privát szférájukba. <laughs> ne csokolozzon akit bejönnek egymással ébe, és semmit Hú, nem, 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 nem. nem. <laughs> Oké. Okay. Beszéltünk arról, hogy a te születési közeget konzervatív, tehát egy konzervatív emberek között nőttél fel. Nehézség volt magadnak felvállalni a identitásodat, vagy pedig ez nem okozott problémát a kör, kör ellenére sem? Hát konzervatív közeg volt, vagy konzervatív közegben nőttem föl, mondjuk hogy jobboldali, de amúgy életvitelszerűen nem volt egy konzervatív közeg. Tehát uh, én nemrég realizáltam, hogy az, a, ugye az ember, amikor kamasz, nagyon utálja a zenét, amit az anyja meg az apja hallgat, ez, ez egy ilyen lázadás, aztán a végén szerintem mindig visszatér. Uh -huh mondjuk én, én inkább a rossz irányba tértem, mert én már a Neoton familiánál tartok, de ők soha nem tartottak ott, de, de mondjuk a, a... De mit hallgattak? Hogy mi volt? Nem, hát de mondjuk, hát ők, ők az egész 60-as, inkább 70-es évek amerikai ellenkulturális zenéjét hallgatták, a Bee Gees, meg az, meg, a, meg ezerszer meg kellett nézni a szülőmény a Hair című musicalt, amit akkor nagyon utáltam, azóta nagyon szeretek, tehát azért ebből a szempontból az nem volt egy konzervatív közeg, de de én szerintem... De, de, a mennyire, de, de mennyi furcsa, hogy tényleg tehát liberálisként indult a Fidesz is például, egy, egy liberális párként is ez az nehéz képest. Nehéz dolog, liberális volt. Például a, a, mind az én édesapám és édesanyám is sok mindenben liberálisak voltak, nagyon nemzeti gondolkodások voltak akkor is, tehát ez volt. De a nem egymást. Nem, egyáltalán nem. Ö, és az én nagynéném egy fideszes politikus voltak, ugye később nyíltan homoszexuális sávált, tehát furán Aki Aki elérte azt, hogy le lehet melegezni a politikusokat, mert ez nem sértő. Azt hiszem, ilyen született valahogy, de minden esetre azért mutatja, hogy más, azért mégiscsak ez egy ilyen értelmiségi család, ahova én beleszülettem, ahol És nagy viták ő... voltak a demokratikus ez, érte, érte, érte. meg az étényi takácsféle jóváltételi törvényről. Ja. E ebben a tehát az jóváltételi törvényt, azt nagyon hamar tudtam ezt a szó kapcsolatot. Csod Csodás lehetett. értelmiségi család és ráadásul tehetős család, ez még inkább nehezített a, 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 a... amennyire könnyű lehetett, meg jó lehetett élni egy jó családban, azért gondolom nehezítette az életet is például. Azért az én édesapám annak ellenére, hogy, hogy persze egy üzletem, nagyon sikeres, meg nagyon tehetséges üzletember volt, azért ő egy az ő szociológus szakot végzett, azért amiről szeretett beszélgetni, azok a társadalmi filozófiai kérdések. Nagyon sok filozófiát olvasott, meg pszichonalizist, tehát ő alapvetően arról szeretett inkább beszélgetni. 15 éves voltam, amikor ugye ő meghalt. Hatalmas törés volt, gondolom, az életedben. Nekéként kevén gondoltál, te vagy el tudtad neki mondani, hogy mi a helyzet veled, vagy pedig az... Er, ez már túl intim, erről nem akarok beszélni. De egyébként, hogyha most politikusként nem, nem léteznél, akkor is meg tudnál élni, gondolom, a, a az örökségedből. Illetve a kérdés Igen. inkább arra vonatkozik, hogy mennyit forgatsz vissza az örökségből a politikus létedbe. Hát nem finanszírozom mondjuk a pártot, amiben vagyok, tehát nem így. Persze vannak ennek a politikában is előnyei, meg, meg használom valamennyire, de azért nem, nem, nem emiatt, vagy ha hát szeretem ezt gondolni, aztán persze ki, persze ki tudja, hogy van, de hogy nem emiatt van politikai pályám. De például a, a média portfólió az rentábilis, vagy pedig az egy ilyen. Nem, de most már mondjuk ö, nulla. De ez a te közreműködéseddel sikerült ezt elérni ö, gazdaságilag, vagy pedig, vagy pedig alapvetően ez egy növekedő tendencia volt, amikor megvásároltad? Hát itt azért szét kell választani, tehát a, a, a vidéki média az, 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 olvasott is. Tehát ott nem. szerintem egy olyan rész volt, ami, ami, egy létező piaci volt, a, azonnali egy más kérdés, azt hiszem. Beszéltünk arról, hogy, a, hogy nem szeretnél nagyra vágyó terveket dédelgetni, de azért mégis gondolom van valami cél az életedben, amit el szeretnél politikusként. Ez micsoda? Vagy, vagy, vagy erről, erről beszélsz? Akarsz esetleg majd miniszterelnök jelölt lenni valamikor, vagy tudom, köztársasági elnök? Hú, hát köztársasági elnök <laughs> szerintem nem szeretnék lenni. Szerintem miniszterelnök jelölt, vagy miniszterelnök sem, közösségi elnök azért sem szeretnék lenni, mert az alapvetően arról szól. Hogy az ember minden reggel föl kell, rendkívül formálisan föl kell öltöznie, szépen be kell a haját, és részt kell venni kb. 12 különböző ilyen díszvacsorák, meg diplomáciai találkozókkal, a Moldáv parlament alelnökével. Utána lázadó vagy, én tudom, igen. Tehát, hogy ez, ehhez egy nagyon nagy szolg a nemzetet szolgálni való gondolat kell, tehát én ezt nem szeretném. Miniszterelnöknek nem tartom magam alkalmasnak. Persze. Azt gondolom, hogy az, az az ember meg biztosan ne akarja miniszterelnök lenni, aki magát alkalmasnak tartja. Ö, a, nekem a politikában az a célom, hogy ha véget ér, és remélhetőleg a jóisten egy hosszú karriert ad nekem, de ha nem, akkor így alakult. Ha véget ér a karrierem, akkor úgy tudok rá vissza gondolni, hogy A, materiálisan az emberek életét legalább valami részletben tudtam változtatni. B. Alapvetően a politikai közéletet a hozzászólásaim felfelé húzták, és nem lefelé. Ez a két célom van. Ez eléggé filozófikus cél, nem annyira megfogható cél. Kérdezek még egyet, aztán lehet, hogy erre sem fogsz válaszolni. Te most az erre válaszoltam, most ezt nem... De, szerintem nem, de mindegy. A, a, te az lmp vel elégedett vagy egyébként, mint pártal? Um, Teljesítményét tekintve. Nagyon fu Én értem, hogy nagyon furcsa, hogy azt fogom mondani, hogy igen. Tényleg furcsa. Okay. De tehát nézzétek majd meg, mindenki gondolja végig. Melyik párt éli túl az alapító elnökének az elvesztését? Szinte semmelyik. Tehát előbb-utóbb mindenki belehal, mert ez egyszerűen a magyar politikának egy, egy ilyen törvényszerűsége. Nézzük én drukkolok a Momentumnak, meg a Donát Annával, ma beszéltem utoljára, és egy rendkívül jó viszonyunk van, vagy én szeretem ezt gondolni, mert hogy ő nem ezt gondolja, mindegy, de, de azért nehéz, tehát nehéz úgy. Ráadásul ez a párt egy olyan politikai pozícióba alakult meg, ami utána megszűnt, Önhibánkon kívül. Aztán persze 2018 után pár ember szétverte azt, amit felépítettünk, és ahhoz képest még mindig nem haltunk meg, és az, hogy még mindig nem haltunk meg, ez eddig életemnek a nagy személyes teljesítménye. És akik lebecsülik, azok sose tudják, milyen a nem meghalás, milyen nehéz nem meghalni. Uh -huh. De ha az LMP egy zöld párt valójában, és a, a zöldségén kívül euh, én nem nagyon tudom hova tenni oldal szempontjából. Tehát, hogy, hogy, se jobb, se bal oldali párt, jó ellenzéki párt nyilvánvalóan, de hogy nincs ilyen, ilyen, ilyen tekintetben karakterel, legalábbis én így érzem. Um, Neked pedig van egy ilyen közép, közép gondolkodásod, ami nyilván tartalmaz konzervatív elemeket, meg liberális elemeket, legalábbis én így ismerlek téged. Nem gondolkodtál egy olyan párton, ami, ami pont ezt a, ezt a közönséget szólítja? Annál is inkább kérdezem, mert hogy például Márkizaj Péter valahol középen helyezkedik most el. Öm, a, ezt a Gerő tanáról úgy fogalmazta meg ezt a nem tudjuk milyen ezt, hogy a színházi e, szünetben nem tudja eldönteni, hogy a fiú vagy a lány vécébe menjen. Ez, ez volt a... Leírása erről, ez most már politikailag inkorrektem, hogy rájöttem, de mindegy, most már maradjon. A, a... Bármelyikben mehet valójában. Igen, igen, igen. igen. Ö, szerintem részben zöld, igen. A gazdaság politikai tengelyen egyértelműen baloldali, tehát újraelosztás, szociális kérdések, a fogyasztói kritikája, és szerintem mértékletes, ami a, ebben a jelenlegi tehát ilyenből nincs még egy. Hát igen, csak most a jelenlegi helyzetben pont semmilyen így, nem? Én értem, hogy a jelenlegi... Én, én, a következőt gondolom. Ha az ember valamilyen pozíciót megfog, és az kellő ideig mondja, előbb-utóbb a folyó az ő irányába fog fordulni. Tehát lesz egy olyan pillanat, lehet, hogy nem öt év múlva, hanem 10 így... év múlva, <laughs> a amikor a mértékletesre szavaznak. Szavaztak már a magyar emberek a nyugodtságra és a mértékletességre. Tehát akkor nem érzed azt, hogy mondjuk ez a fajta uh, igény, amit amik a Márkizai Péter betölt, az még mindig betöltetlen valójában, mert úgy tűnik, hogy ez nem, nem annyira sikerül neki kiaknázni a lehetőségeit. Egy keresztény, konzervatív ember, én, én, bár például nemzetinek tartom magam konzervatívnak, tehát keresztény demokratának nem tartom magam, aminek már Kizai Péter igen. Tehát én nem gondolom, hogy a Biblia alapján kell a magyar törvényeket meghozni. Mert így gondolja? Hát nem úgy gondolja, nem, nem úgy gondolja, hogy effektívli a tíz parancsolatot kell kodifikálni, hanem a Biblia szellemiségében. Nem, nem még fel ezt a gondolatot, az ő, vagy ezt a, ezt, a, ezt a irányt az ő gondolkodás módjában. Hát ez a keresztény demokráciának ugye a definíciója. Igen, de valahogy nem akarja erőltetni ezt, én legalábbis így érzem. Vagy te máshogy érzed? Hát nagyon sok olyan dolgot mond, amit a keresztény demokraták szokták mondani. A, nagyon a, a gonosz, jó, tehát a, a beszédmódja is egy nagyon bibliai jellegű beszédmód. Ez az év utolsó adása. Kicsit tekintsünk a jövő évre. Szerinted mi várható ugye, a választások környékén? A kutatások elég vegyesek, tehát van, aki ellenzéki előnyt mutat, van, aki ellenzéki hátrányt. Te most mit érzel, mi fog történni? Szerintem nagyon szoros még. Még nem lehet tudni, és rendkívül szoros, és szerintem... Ügyes válasz. <laughs> Az évek meg a rutin. De szerintem a jövő évben én attól félek, hogy akármi történik áprilisban, utána még rosszabb lesz a megosztottságom Magyarországon van. És szerintem de ezen kéne változtatni. De ez világtendencia, nem? Ez a fajta megosztottság. Amúgy részben igen, sajnos. Nem mindenhol ugyanolyan azért, tehát hogy nem... De igen, világtendencia. Azt szokták mondani, hogy az amerikai politika az eléggé ráúszható magyarra is. Ugye a Trump jelenség, nem tudom, ott ugye változást értek el. Tehát hogy ugye a Trump lekerült a hatalomról és, és egy demokrata oldal került. Hát hogyha így nézzük, ott a Trump lekerült a hatalomról, és a demokratáknak a legmértékletesebb emberét választották meg először belül, utána pedig ő, ő nyert, és azóta is egy nagyon középen lévő politikát csinál, és nem tűnik úgy, hogy ezzel bármilyen módon begyógyította volna a társadalmi megosztottságot, tehát ez, ez így részben pozitív, részben nem. Szóval én, én, én ettől, ettől félek a jövő évtől. Feministaként mit szahasznovál szóval jelöléséhez? Most ugye azt mondta az Indexben, hogy aki szerint ő Orbán Viktor Bábia az megsértette a, a nőket, így lesz Susanmen az összes nőt. Na most én azt tudnám mondani, hogy ha német Szilárd, mint Fidesz alelnök hordott volna Orbán Viktoros fülbevalókat, és utána ő lett volna a közösségi elnök jelölt, akkor is ugyanazt mondtuk volna, hogy Orbán Viktor Bábé. nem, ez nem, egy, nem, az ő kromoszómáitól függ. szerint az egy jó dolog, hogyha vannak nők a, a legmagasabb közjogi méltóságokban is, de azért ebben nem a Fidesz járt elől az el, elmúlt 30 évben. Igen, csak egy kihúzza, mire fog ennek a nőiség kérdésnek. Úgyhogy ez egy, ezért egy... Van ebben egy ilyen cinikus gondolat, ezzel egyetértek? Igen, én a rafinálatot használtam volna a cinikus helyet, de igen. Igen, ö ugyanakkor, ha megnézzük, hogy például Novák Katalin az axiómán, nem tudom, te láttad-e azt a videót? Nem ott azt mondta, hogy a nők ne is akarjanak uh, annyi pénzt keresni, mint hát a férfi. Én, hát, így már hallottam azt, a sztorit, videót nem láttam. Ö, érdemes megnézni, nem is azt a videót érdemes megnézni, ha fel akarod idegesíteni magad, van az axiomán egy másik videó, ahol arról szól, hogy milyen egy jó házasság, és ott azt mondják, hogy a férfi, a, a, nőnek tisztelnie kell a férfit, a férfinek meg szeretni a nőt. De kölcsönösen a másik nincs. Ez, ez a személyes Sem, kedvenc. is, de mondta? Hát nem, nem ismerem a hölgyet. Aztán öh... a budaházi edda, vagy ami ilyesmi. Hát igen, de, 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 annál egy fokkal lájtosabb csak. E, szóval öh, igen, tehát, tehát Novák Katalin ezzel is szerintem azt mutatja, hogy nem feltétlenül a nő élharcosa. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem sokaknak egy lelkesítő, üdítő beszélgetés volt, és nem az, az a, mondandója, hogy, hogy, vagy az a üzenettel beszélgetésnek, hogy bármilyen a, az élethelyzetet, bármilyen életszakaszban is vagy, um, állj ki magadért, és vállalad magad. Illetve a másik mondani valója az Anima Sound system az, hogy csinálj sok-sok gyermeket. Vagy fogadj örökbe. Igen. <laughs> Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő gombra, tudod, az jelezni fog, hogy a új videó érkezik. Kövesse a különböző social media platformokon, nézz vissza az évad korábbi videóit, kommentelj hozzájuk, és hát várd a következő videót, mert az is nagyon izgalmas lesz.